Tisztelt dékán úr, tisztelt előadóink, kedves kollégák, kedves résztvevők! Köszöntöm Önöket a Tudásmenedzsment atipikus útjai című konferenciánkon. Kereszti Orsolya vagyok, a Felnőtt Képzés Kutatási és Tudásmenedzsment Intézet igazgatója, ennek a konferencia programbizottságának az elnöke. Elsőként felkérem Demetrovics Zsolt professzor urat, a pedagógiai és pszichológiai kar dékánját, hogy köszöntse a konferenciát. Köszönöm szépen, és nagyon sok szeretettel üdvözlöm Önöket, és nagyon örülök, hogy ilyen szép számban gyűltünk itt összem ezen a konferencián, a Felnőtt Képzés Kutatás és Tudásmenedzsment Intézetnek a konferenciáján. Nem meglepő, ha a témát nézem, vagy ha az előadókat, vagy az előadásokat, egyet a programot átnézem, akkor azért érthető ez az érdeklődés. Tényleg én azt gondolom, hogy egy nagyon izgalmas, nagyon sokszínű konferencia lesz ez, ami ráadásul egy nagyon aktuális, hát nem is most, mert ugye ez mindig nagyon aktuális kérdés az, hogy hogyan is vagyunk az oktatással, a tanulással, a tanítással, hogyan tudjuk ezt jobbá tenni, milyen innovatív lehetőségek vannak a tudásátadásban, és akár a fiatalok, akár pedig az idősebb generációknak a képzésében. Azt látom, hogy ez a program ez nagyon jól megtestesíti azt, ami erre a karra, a pedagógiai és pszichológiai karra jellemző. Egyrészt az interdisziplinaritás, tehát azt, hogy egy témakört sokszínűen, sok oldalról járunk körbe, tehát ha itt az előadói névsorra tekintek, akkor is azt látom, hogy matematikus, mérnök, neveléstudós, pszichológus, filozófus és még egyéb végzettségek vannak a háttérben. Tehát, hogy tényleg, ami természetes, tehát hogy azt gondolom, hogy amikor a nevelés, az oktatás, a képzés kérdéséről beszélünk, akkor tényleg arra van szükség, hogy a különböző szempontokat össze tudjuk tenni. Egyébként sok más területen is így van ez, és ez nagyon jellemző erre a karra, hogy próbálunk különböző tudományterületeket összehozni és együtt gondolkozni valamiről. És egy másik szempont, amit itt felfedeztem a programban, és ami megint csak olyan szempont, ami a karra is nagyon jellemző, hogy talán egy olyan alkalom lehet ez a mai is, ahol a tudomány és a gyakorlat találkozhat, ahol tudunk arról beszélni, hogy a kutatási eredmények, a tudományos eredmények, azok milyen módon vihetők át a gyakorlatba, a gyakorlati ötletek, alkalmazások, azok milyen módon vizsgálhatók a tudományeszközrendszerével, tehát hogy valamilyen módon hozzájárulni az, hogy összeérjen ez a kettő, ne tudósok gondolkodjanak szeparáltan arra, hogy mit kéne csinálni, és a gyakorlat pedig ettől teljesen elszigetelve alakuljon. Úgyhogy én azt gondolom, hogy tényleg egy izgalmas, jó konferencia lesz ez a mai, és ezt is kívánom Önöknek, és bízom benne, hogy mindenki nagyon jó tapasztalatokat fog szerezni, és ilyen módon sok szeretettel megnyitom ezt a mai rendezvényt. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen dékán úrnak, és szeretném bemutatni a két plenáris előadónkat, akiknek külön köszönjük, hogy elfogadták a felkérésünket. Mérő László professzor urat, a PPK egyetemi tanárát. És Halácsi Pétert, a Prezi és a Budapest School alapítóját. És nem mutatom be egyenként a workshopot tartó szakembereket is. Ők később fognak érkezni a mai nap folyamán. A programban látják, hogy mely időpontokban, melyik termekben kitart workshopot. Ahogy dékán úr is elmondta, arra törekedtünk, hogy minél szélesebb körben értelmeződjön a tanulás, minél több tudományterületről érkező szakember segítsen a közös és együtt gondolkodásban. Ahogy látszik, a
képernyőn is, és látták a programot, ez a harmadik tanulás-tudási innováció konferencia. Idén gondoltunk valami mást, mint eddig. Eddig a hagyományosan, klasszikusan értelmezett tudományos konferenciákban gondolkodtunk. Hát amikor az akadémia emberei elmennek, összedugják a fejüket, maradnak eddig-addig, és utána történik valami publikáció formájában. Azonban azt láttuk az intézetünkben, mind az oktatás során, mind pedig a tudományterületen megvalósuló kutatások során, hogy itt nem hagyható figyelmen kívül az a tudás, ami létrejön akkor, amikor szakemberek, laikusok, az akadémiai emberei együtt beszélgetnek, és ezt a tudást valamilyen módon hozzáférhetővé teszik. A közös tanulás az, amit szeretnénk itt megvalósítani. Ennek a jegyében zajlik ez a konferencia, akár úgy is mondhatom, hogy kísérleti jelleggel. Tehát mindenképpen számítunk az önök véleményére és visszajelzéseire is, és ezt fogjuk kérni minden workshop után, hogy tegyék meg nekünk, hogy jövőre legalább ennyien legyünk, de mondjuk ne csökkenjen a létszám. Ahhoz, hogy ez a konferencia megvalósulhasson, ahhoz nem volt elég egy ötlet, úgyhogy szeretnék köszönetet mondani egy pár embernek, aki ebben a konferenciában aktívan részt vett és a szervezésben segített. Köszönöm a kezdetekkor nyújtott segítséget Kovács Zsuzsa, Örögyiné Ács Anikó, Fábri György kollégáimnak. Külön köszönöm Hegyi Halmos Nóra, a gyunktus kollégámnak a szervezés során végig a támogató jelenlétet, és leginkább azt, hogy az ötleteket tesztelhettem, együtt teszteltük. Köszönöm az adminisztratív munkatársaknak, Kalina Andreának, Oszlánszki Ildikónak, a dékáni hivatal munkatársainak, különösen köszönöm Kovács Miklós technikusnak. És a konferencia lebonyolítása, a szervezési munka gyakorlatilag teljesen két volt hallgatónk, Szöcs Brigitta és Kanjo Nadi odaadó lelkes és profi munkájának eredménye, akik munkájuk és doktori tanulmányok mellett végezték a feladatot, ezt nagyon köszönöm nekik. Kívánok sok vitát, sok beszélgetést, és úgy menjenek el, hogy vissza akarnak jönni. Ez a célja a mai napnak. Köszönöm szépen, és felkérem akkor Mérő László professzor urat az első előadás megtartására. Köszönöm szépen. Az előadás két szavas címéből csak az egyiket kell valószínűleg megmagyaráznom, tehát hogy tudásmegosztás extremisztánba. És valóban itt van négy kérdés, és most egy percig csak úgy csipogni fogok, hogy addig el tudjátok olvasni a kérdéseket, és megpróbálhassatok rá választ adni. Az első két kérdésre olyan nagyon sokat nem fogtok tévedni. A második kérdésre viszont azt állítom, hogy nagyon kevesen lesznek, akik ilyen keveset fognak tévedni, mint az első két kérdésre. No, tehát milyen magas lehet egy átlagos 2 méter fölötti ember? Valószínű, hogy itt nem ül olyan, de azon se lepődünk meg nagyon, ha véletlenül ül. Egyébként a válasz 203 centi. Olyan nagyon sokat valószínűleg nem tévedtetek 1-2 centit, ha. Milyen korú lehet egy átlagos 90 év fölötti élő ember? Hát itt se lehet olyan nagyon sokat tévedni. Egyébként itt is 93 év a helyes válasz. Tehát aki mondjuk megérte a 90. életévét, az várhatóan még 3 évet fog élni. A következő kérdés az már zűrösebb. Mennyi vagyona lehet egy olyan magyar embernek átlagosan, akinek 5 milliárd forint fölött van a vagyona? Hát kb. 100, most már inkább 200 ilyen van. Nem teljesen biztos, mert én ezt az ilyen 100 leggazdagabb magyar, meg 200, meg 150 leggazdagabb magyar című kiadványokból számolgattam, és hát személyesen ismerek olyat, aki sokat fizet azért, hogy ne szerepeljen ezekbe a kiadványokba. Olyat nem ismerek, de a szerkesztőkkel beszélgettem, olyan is van, aki meg azért fizet sokat, hogy benne legyen. Tehát ilyen egy jó üzleti ötlet, ahol ezért is fizetnek, azért is, és tulajdonképpen a közönség meg én is örömmel olvassuk, mert ami benne van, az azért egy nagyon jó módszertannal kihozott
nagyon korrekt és érdekes, kifejezetten érdekes eredmény. No, tehát ezeknek az embereknek az átlagos vagyona körülbelül 22 milliárd forint. Érezhető, hogy valahogy nagyon más matekról van szó, mint az előző két esetben. Hiszen ha úgy arányítanánk, ez körülbelül azt jelenteni, hogy egy átlagos két méter fölötti ember mondjuk 8,5 méter magas. Hát nincsenek 8 méter, 3 méteres emberek sincsenek. Ugyanakkor csak Magyarország ennyire extrém. Hát nézzük meg, most ugorjunk egy 300-as nagyságrendet. Tehát most felteszem ugyanezt a kérdést csak dollárban. És a cégekre, mennyi lehet a tőkéje a világban egy átlagos olyan cégnek, aminek 5 milliárd dollár fölött van a tőkéje. Nagyjából 800 ilyen cég van, ezt az ilyen Forbes magazinokból, ilyesmikből lehetett kiszámolni. És az átlagos tőkéjük 27 milliárd dollár, még vadabb, mint a magyar, tehát még távolabb van az átlagtól. No, ezt csak azért kezdtem ezzel, hogy egyáltalán valahogy érezhetően két egészen különböző fajta matek kell ahhoz, hogy leírjuk az egyik fajta jelenséget, mondjuk a testmagasságokat, vagy az életkorokat, illetve a másik fajta jelenséget, például az, hogy a gazdaságban mekkora vagyonok vagy tőkék halmozódtak föl. A biológiai élet az továbbra is nagyjából átlagisztánban zajlik, tehát abban az a matek írja jól le, ami a magasságot, testmagasságot, meg a életkort, meg ilyesmiket. De a gazdasági élet, meg a műszaki élet egyre kevésbé ilyen világba zajlik, nem ez a matek írja le, hanem valami nagyon más. Annyira keveredik például a kettő, hogy a korságaink azok továbbra is átlagisztániak, de ahogy gyógyítjuk őket, az egyre inkább extremisztány. Tehát mit tudom, hogy 20 évvel ezelőtt, 30 évvel ezelőtt elképzelhetetlen volt, hogy valaki mondjuk egy súlyos szívinfarktus után két nappal újra katedrán legyen. Egy nappal után is lehetett volna, de azt valahogy az orvosok azt túlzásnak érezték. Tehát tulajdonképpen a mai orvos extremisztáni eszközökkel, tehát olyan eszközökkel, amit ez a második fajta matek ír le, gyógyítja a továbbra is átlagisztáni korságainkat. Ez azért is hangsúlyozom erre ennyire, mert pont erről fogok beszélni, hogy két külön, nagyon különböző világban élünk egyszerre. A matekját már nagyon régóta tudjuk mind a kettőnek. Az egyiket Gauss, hát a Gauss görbével írta le, arról nem fogok sokat beszélni. Tulajdonképpen az akkor fordul elő, hogyha sok apró komponens határozza meg azt, amit éppen vizsgálunk, onnantól matek. A másik, azt egy Cauchy nevű francia matematikus dolgozta, aki nagyjából Gauss kortársa volt, és azt azért el fogom mondani, hogy képletet nem fogok felírni, de hogy ő mit talált. Az a világ, amit arra volt kíváncsi, tegyük föl, mondjuk én egy lövész vagyok. Megfordulok jól sokszor a tengelyem körül, bekötik a szememet, egyszer csak puff, elsütöm a fegyverem, tőlem 10 méterre ott van egy fal, mind a két irányba a végtelenbe elhúzódik. Ha nem a fal felé lövök, hanem mondjuk ebbe az irányba, akkor lövök újra, az nem számít. Mi lesz a falon az eloszlása a lövéseknek? Most is az a helyzet, hogy a legtöbb így középtájt lesz, de lesz néhány nagyon távoli is, mert előfordulhat, hogy elég párzamosan állok meg a fallal, és akkor iszonyú messzire ellövök. Tulajdonképpen imádok például másodéves matematikus hallgatókat, vagy még inkább fizikus hallgatókat, az a legjobb, azzal szivatni, szó szerint szivatás ez, mindjárt kiderül, hogy miért, hogy számolják ki ennek az eloszlásnak a szórását, tehát a tipikustól való tipikus eltérést. A tipikus nyilván középen van, hiszen ugyanolyan eséllyel állhatok meg erre, mint arra. Na de mennyi a tipikus eltérés tőle, azaz mennyi a szórás? Ugyanis mindig elrontják. Azért, na nekik nem így mesélem el, hanem felírom egy képlettel, amivel mondjuk megsporolok nekik 4 óra 20 perc munkát, nem többet. Tehát akit ilyesmire képeznek, az fel tudja írni ebből a meséből a képletet. De elrontják a határátmenetet, amikor a szórást ki kell számolni. Ugyanis a válasz az, hogy nincs szórás, nincs tipikus eltérés.
Tehát olyan messzire, ha nagyon párhuzamosan állok meg a fallal, irdatlan messzire el tudok lőni, akár 100 kilométerre is. A normális eloszlásban nem, hogy 8 méteres ember nincs, 3 méteres sincs, 270-es sincs, a Guinness szerint 265 a legnagyobb. Tehát egészen más matekról van szó. Egy fő komponens van csak, hogy hol álltam meg. És ez ekkora különbségeket okozhat. Tehát azt, hogy ami normális eloszlású, ott egy-két nagyon távoli, tehát mondjuk egy 20 centis embert ellensúlyoz 10-20-30 közepes, de legfeljebb néhány száz mindenképp, olyan, mint itt ez a közönség. Ami extremisztáni tehát, amit Kossi eloszlása ír le jól, és majd mindjárt látni fogjuk, hogy ilyen dolgok is vannak, illetve hát már párat említettem is, az viszont, ott viszont előfordul, hogy olyan távolra ellövök, hogy azt már 1000 közepes lövés sem ellensúlyozza. És ami ellensúlyozza, az meg a másik irányba esetleg egy kicsit még párzamosabban álltam meg, és még sokkal távolabb lőttem el, akkor meg hirtelen átbillen arra. Sajnos ez ilyen. Nem lehet kiszámítani. Most ez az a baj, hogy aminek nincs szórása, azt nem lehet beárazni se. Nem tudom, hogy mekkora extremitás érhet. Ezért is nevezték el extremistának ezt, illetve hát most a könyvem angol, a Csodák logikájú könyv angol szerkesztője nem szerette ezt az átlagisztán, extremisztán kifejezést. Ő azt találta ki, hogy Majdóvia és Vajdóvia. Jól is hangzik tényleg, szóval így sokkal jobban folyik a szöveg, legyen az angolul. No, mik jellemzik egyáltalán akkor átlagisztánt, vagy ezt a Majdóvia nevű világot? Rengeteg tudományos ismeretünk van róla, nagyon nagy zseniknek köszönhetően, Einsteinnek, Newtonnak és a többieknek. De szerencséjük is volt, mert átlagisztánban általában elég jól kiszámíthatóak a dolgok. Tehát átlagisztánban általában nagyjából, ha valaki elég okos, akkor az ki tudja számítani többé-kevésbé a jövőt. Na, matematikai tény például, aminek mondjuk a 20 éves hallgatóim nem szoktak nagyon örülni, én sem örültem volna 20 évesen, az, hogy átlagisztánban hasznos és célra vezető tulajdonság a szabálykövetés, a konformizmus, mert elég jó szabályokat lehet találni. Nagy meglepetésekre nem kell számítani. Átlagisztánban az az matematikai tény, hogy általában a közepes kockázatokat célszerű elvállalni, mert a túl kis kockázatokkal nem lehet semmit se nyerni, a túl nagyokban meg bele lehet pusztulni túlzottan. Tehát átlagisztánban nem igazak Petőfi szavai, hogy ha bár fölül a gályas, alul a víznek állja, azért a víz az úr. De mi a helyzet azokra a dolgokba, amiket nem átlagisztán matekja ír le jól, tehát például a gazdaságba vagy a műszaki fejlődésbe. No, extremisztán matekja, általában extremisztán világáról kevés tudományos ismeretünk van, és ami van, az is jobbára olyasmiről szól, hogy ezt vagy azt vagy amazt nem lehet kiszámolni. Nem azért nem lehet, mert nem vagyunk elég okosak, hanem azért nem, mert ilyen a természete. Tehát, hogy matematikailag nem lehet. Itt van például a fraktálok, nem tudom, aki még nem látott fraktált, annak érdemes rágoogliznia, mert gyönyörű dolgokat fog látni perceken belül. De mindesetre ennek a fraktálnak is az a jellemzője, hogy lehet ezt folytatni bármeddig, csak éppen ha megkérdezem, hogy ez a pont, ami itt van, ez milyen színű lesz, azt nem lehet kiszámítani. Egyet lehet csinálni, folytatom a fraktálnak a generálását. Ha ide jut ebbe a pontba, akkor megtudtam, de ha nem jut ide, például azért, mert nem is pont tartozik a fraktálhoz pont ez a pont, akkor soha se fogom megtudni. És ami a matematikai tény, hogy más megoldás nincs. Na most mit mond a matek, azt egyelőre összefoglalom erről is, mert itt viszont ami kiderül, hogy hasznos és célra vezető tulajdonság a szkeptikusság, tehát a nonkonformizmus. A nonkonformizmus nem azt jelenti, hogy minden szabályt felrúgni. Az azt jelenti, hogy bizonyos szabályokat felrúgni. Tehát, amikor az első, érdekes, hogy ez ennyire problémát tud okozni, de tud. Amikor az első emelt szintű matek érettségi volt, kb. 20 éve, az első emelt szintű matek érettségin,
egy hárompontos feladat, tehát nem is teljesen pimp feladat volt az, hogy tagadja a következő mondatot, nincs az a szerelem, ami el nem múlik. Meglepően sokan elrontották még az emelt szintű matekot írók közül is. Kipróbáltam, hogy pszichológus hallgatók hogy vannak vele. Tehát betettem egy ZH-ba, jó, egy pontért nem osztott és nem szorzott, de 40%-uk adott rá helyes megoldást. Igaz, én elfogadtam olyat is, amit mondjuk a érettségének a használati utasítása, a javítási utasítása nem. Az egyik lány például azt írta, tehát így tagadta azt a mondatot, hogy nincs az a szerelem, ami el nem múlik, hogy van az a férfi, akihez feleségül mennék. Teljesen helyes tagadás, persze. Ez a lány nem csak érti a matek alapjait, hanem még humora is van. De ezt mondjuk az érettségi használati utasításában nem szerepelt, úgyhogy én azért megadtam neki a pontot, hanem egy pont hiányzott neki az ötöshöz, hát találtam még egy pontot valahol a dolgozatába, Isten bocsássa meg, ennyi tanári szabadságon már hadd legyen. No, tehát ez azt jelenti, hogy jól kiválasztottan. Extremisztánban az a nagy kunszt, hogy válasszuk meg bölcsen azt, hogy mikor legyünk ostobák. Mert a jó szabályokat felrúgni az persze ostobaság, csak éppen matematikai tény, hogy időnként fel kell rúgni, ha egyszer ilyen természetűek a dolgok körülöttünk. Extremisztánban pont az mondja a matek, hogy nem a közepes kockázatokat kell elvállalni. Azok az igazán életveszélyesek, mert nem lehet kézbe tartani, hogy mekkorára nőhetnek. Extremisztánban az a célszerű viselkedés, hogy elvállalni sok nagyon kis kockázatot, és egy-két nagyon nagyot. De egyébként ennek köszönhetem, hogy itt vagyok, hogy apám ezt a matekból akkor még nem lehetett tudni, de ösztönösen érezte, és mondjuk a II. Világháborúban csak olyan kockázatot volt hajlandó elvállalni, ami ha balul sül ki el, akkor biztosan nem éli túl. Tehát azt mondta, hogy ő olyat nem, amiben mondjuk megrokkanni lehet. Na, tehát itt nem igazak Petőfi szavai. Extremisztánban a fantázia az úr, ezért is nagyon más világ, mint átlagisztán. Tehát érdemes belegondolni, hogy mi jellemzi az okos embert, ugyanis egészen más jellemzi az egyik világban, mint a másikban, miközben a két világ itt van körülöttünk egyszerre, mind a kettő. Tehát gondoljatok bele, tehát hogy a mai orvos extremisztán eszközeivel gyógyítja az átlagisztáni korságainkat, azok továbbra is átlagisztáni. Holnap bemegy a munkahelyére a társaság, majdnem mindenki átlagisztánba megy be, még a Péter is. Csak éppen néha kiderül, hogy extremisztánnak valamelyik jelensége a leglényegesebbre, éppen most nagyon számít, és akkor másként kell gondolkodni. Ide Peter Drucker képét tettem, akit nagyjából a 20. század legnagyobb üzleti gondolkodójának tartanak. És valóban, mert átlagisztánban, tehát például elmúlt 3-400 évben ez itt volt a jellemző a gondolkodásra, az jellemzi az okos embert, hogy jól előre tudja jelezni a jövőt. Tehát, és aztán magunkfajta tanáremberek, tehát nem zsenik, hanem tanárok, technikákat készítünk az okosságából, azért, hogy kevésbé okosak is hasonlóan hatékonyak tudjanak lenni. Erről szól minden iskolázás persze, hogy a kevésbé okosak is ugyanolyan tudják használni azt, amit a legokosabbak kitaláltak. Tehát átlagisztánban valóban a speciális tudás, a szaktudás az, amelyik hasznos és amelyik az okos embert jellemzi. Extremisztánban nem. Ide Nassim Nikolás Taleb képét tettem, aki a Fekete Hattyú című könyvet írta magyarul, ez könyve jelent meg. Nagyon furcsa könyv, könyvet reklámozok most, mert a könyv az borzasztó rossz, zavaros, kusza, csak épp tényleg ilyen mondatokat gondolkodás nélkül leír, most szó szerint idézek belőle, hogy a közgazdaságtan Nobel-díjasai mind sarlatánok és tudatlan csalók. Ez csak így egy mondat a Fekete Hattyú könyvben. Ugyanakkor viszont a könyvben teli van, minden oldalon van legalább egy olyan mondat, amire az ember felkapja a fejét, hogy hú, ez nagyon okos és valami nagyon fontosat lát a világból. Például amikor az előbb azt mondtam, hogy extremisztánban válasszuk meg bölcsen, hogy mikor legyünk ostobák, ez is Taleb könyvéből való idézet volt.
csak ott még nem tartottam, ha szétejtette volna, amit mesélek, ha egyszerre annyi minden veszek bele. Tehát az okos ember extremisztán körülményei között azt látja, hogy a jövőt előrejelezni, azt akár közelítőleg is lehetetlen dolog, mégis tud előre alkalmazkodni hozzá, mert olyan tudása van, ami konvertálható majd arra, amire majd akkor szükség lesz. No, mi ez a konvertálható tudás? Tulajdonképpen ezt érdemes egy kicsit végig gondolnunk, akkor, amikor arról beszélünk, hogy tudásmegosztás extremisztánba, akkor az milyen lehet, mit oszthatunk meg? No, hát a lányom, amikor 18 éves volt, még nagyon nem volt kedve tovább tanulni, és ezt úgy hagytam is, mert látta, hogy elég értelmes a lány, majd megjön a kedve, meg is jött egyébként később. Ő akkor egy darabig színészkedett, meg modellkedett, illetve ő azt mondta mindig, hogy ő nem modell, hanem makett. Hát ez nem a lányom, ez egy másik makett, egy ismertebb példány. Ugyanis azt mondta, hogy a modell az valami olyan, ami úgy működik, mint az igazi, csak nem úgy néz ki. A makett az, ami úgy néz ki, mint az igazi, de nem úgy működik. Úgyhogy ha ebben az időszakban megkérdezték tőle, hogy mivel foglalkozik, így kiúszta magát és közölte, hogy makett vagyok. De mi ez a modellek és makettek? Ugyanis valahol ez a lényeg extremisztán megértésében. Tehát az, hogy a modell az valami olyan, ami csak néhány lényeges dolgot ragad meg abból, amiről épp beszélünk, és esetleg egyáltalán nem úgy néz ki, mint a valódi dolog. Mindjárt mondok, ott van például a balfőső sarokban, vagy nektek balfőső sarokban, az mi? A DNS persze, de milyen? Modellje, azt mondjuk, dehogy modellje. Ehhez aztán jöhet egy messenger RNS, semmi nem fog történni. Ez tipikusan makettje. Mégis nagyon sok tudás van benne, például a kettő spirál szerkezet, azt azonnal ebből rendesen megérthetjük, hogy az hogy is néz ki, meg még ott egy csomó különféle kémiai kötés, félek, hogy van itt kémia tanár, úgyhogy abban most nem megyek bele jobban. Tehát egy csomó minden, amiből egy jó szemléletet kaphatunk, hogy milyen ez a DNS, hogy néz ki, hogyan alakulnak körülötte a dolgok, de hát ez nem működik, tehát ez makett. Ott van alatta viszont, az viszont modell. Azt nem tudom, van-e itt olyan, aki felismeri, hogy mi van a srác vállára tetoválva. Kevés matfizes van, nem baj. A Maxwell egyenlet, ők a Maxwell egyenletek. Tehát, na, hogy néz ki egy elektromágneses tér, arról igazából fogalmam sincs. De biztos nem így. Biztos nem így, mint ez a négy egyenlet. Viszont így működik. Tehát valóban, hát furcsa ám ez a négy egyenlet, amilyen kép kialakul belőle, mert például egy valami nagyon pontosan kijön belőle, az, hogy az áram az égvilágon mindenhol folyik, csak a vezetékben nem. Tehát tulajdonképpen, most fogok mondani egy mondatot, amit nem fogok elmagyarázni, inkább csak a zenéje kedvéért lehet érdekes. Tulajdonképpen a vezeték az csak azért kell, hogy határa legyen a dielektrikumnak, tehát hogy formázza, hogy azt a harmadik integrálást, az körintegrált, azt legyen mind végrehajtani. Csak ezért kell. Ami nagyon furcsa tulajdonság, mert ebből például az is következik, hogy ahol éppen nulla az elektromágneses tér, ott minek legyen határa, az csak bezavar. És valóban a nagyon hosszú távvezetékeknél, csak hogy ennek a modellnek valami alkalmazását is mondjam, tehát mondjuk azoknál, amelyek a nagy bővízű szibériai folyóknak által termelt áramot szállítják Európába, azoknál kb. 2000 kilométerenként el is vágják a vezetéket. Tehát ilyen nagy transformátorháznak kinéző és ilyen hatalmas halálfejekkel körülvett házakok vannak, amiben csak annyi történik, hogy idáig jön a vezeték, majd innen folytatódik, közte kb. 30 centi szünet. Ugyanis több mint 10%-kal jobb lesz a hatékonysága így a vezetéknek. Ennyire jó ez a modell, ennyire működik. De ezzel együtt, hogy milyen modellt használ az ember milyen célra, attól függ.
Volt olyan pillanat az életemben, amikor ugyan rendesen megtanultam a Maxwell egyenleteket, de mégse ezt a modellt használtam, például amikor a gyerekeim a konnektor felé nyúltak. Nem azt kiabáltam nekik, hogy ne nyúlj oda, mert akkor te is határává válsz a dielektrikumnak, és annak mindenféle rossz következményei vannak, hanem azt kiabáltam nekik, hogy ne nyúlj oda, mert ott jön az áram és megcsap. Miközben pontosan tudom, hogy az áram az mindenhol jön, csak ott nem. Ennek ellenére ez a modell volt éppen alkalmazható. Tehát még csak azt se állítom, hogy mindig a legjobb modellt kell alkalmazni. Mindig azt kell kiválasztani okosan, hogy melyik modell alkalmas a mi számunkra, konkrétan a mi feladataink, a mi dolgaink számára. Itt van például a Lean. Ez is egy modell. Modell arra, hogy hogyan működik egy jól működő vállalat. Az a helyzet, hogy a Lean szakértőkön vagy a Lean tanácsadókon kívül még nem láttam élő embert, aki szereti a Lean-t. Tényleg nem, nem szerethető. De viszont van egy nagyon fontos szerepe a nagyon sok cég életében, az ugyanis, hogy egy jó modell, tényleg egy jó modell, tehát ragyogóan el lehet vele játszatni a rossz zsaru szerepét. Ezt ismeritek, tehát hogy ezt a leosztást, hogy van a jó zsaru meg a rossz zsaru, állj, mind a kettő zsarú, csak épp az egyik kedves, szerethető, a másik meg utálatos, utálnivaló. Általában így működik jól a rendőri üzem is, tehát például egy kihallgatás vagy ilyesmi, és a jó zsarú is zsarú, tehát ő is ugyanazokat az eszméket, ugyanazt a világot képviseli, csak ő szerethető módon. No, tehát a Lean akkor működik jól minden vállalatnál, ha van mellette egy jó zsarú is, vagy munkavédelmi rendszer, vagy valamit ki kell találni, akkor viszont nagyon jól eljátsza a rossz zsarúnak a szerepét. Azért, mert modell, mert kevés dologra ügyel, de azokra nagyon és nagyon következetesen. Vagy például mondjuk itt van, mi ez? Egy repülőgép, de mi? Makett modell? Tehát... Hát, persze, hogy modell, hiszen működik. Ugyanakkor, hát nem, szóval, ugyanakkor valahol a lényeg mindig, na, jó, a repülőgépről, a lényeg mindig az, hogy legyen mit konvertálni. Egyébként apám és nagybátyám, mind a ketten, higgyétek el, hogy két szuperértelmes emberről beszélek, mind a ketten már jóval 80 fölött voltak, amikor ugye egy ilyen családi délután elkezdtek, valahogy azon elkezdtek borongani, hogy hát igen, lassulunk, tompulunk, mire egyszerre csak a nagybátyám így megemeli a poharát, és azt mondja, hogy na ja, de nekünk legalább van miből. Hát valahol tényleg ez a lényeg, hogy legyen mit konvertálni. Valami olyasmit kell tanítanunk az iskoláinkba, ahol amit aztán majd fog tudni konvertálni az illető. Nem biztos, hogy nagyon rosszul csináljuk ezt. Tehát tulajdonképpen, szóval nem szidni jöttem én most a jelenlegi iskola rendszert, már csak azért is, mert, hát majd az a Péter szerintem bőven fog beszélni, hogy mi mindent lehet még azzal párhuzamosan csinálni. Tehát nem tiltja az meg végül is azt, hogy valamit értelmesen csináljuk. De szóval én azt állítom, hogy van amit most is jól csinálunk. Például... Na jó, mondok egy példát. A sorozatok közül nekem a nagy kedvencem a Miért éppen Alaszka volt. Látom, hogy van itt, aki emlékszik még rá. Egy New Yorki dokiról szólt, aki hát olyan szerződést kötött ahhoz, hogy a marhadrága Columbia Egyetemen a tandíjat fizetni tudja, hogy a végzés után 3 évig ott fog gyógyítani, ahová helyezik. Ez még nem röghözkötés, hanem egy értelmes megállapodás, olyan, tehát ami esélyt ad olyan embernek is arra, hogy a Columbia Egyetemet elvégezze, akinek amúgy az anyagi körülményei ezt nem tennék lehetővé. Jó, Alaszkába helyezik, hát iszonyú tájidegen ott minden szempontból, tehát egy New Yorki flaster gyerekről van szó, hasonló, mint én egy pesti flaster gyerek vagyok, én sem biztos, hogy találnék akár a Pilisbe is kaját magamnak, nemhogy Alaszkába. Az emberi viszonyok is nagyon másmilyenek. Úgyhogy hát erről szól a sorozat, ezért érdekes, meg kedves. Egyszer például el kell repülniük valahová, még 1000 kilométerre északra, mert ott is gyógyítani kell. Jó, a kisvárosban, ahol
élnek, ott van egy pilótanő, akinek van egy repülője, szeme fénye, hát, hogy kavarnak-e a dokival, vagy sem, az örök kérdés marad, természetesen. Mindesetre felpattannak a repülőre, elrepülnek, a doki elvégzi a dolgát, repülnek vissza, egyszer csak a gép elkezd köhögni, nincs nagy baj, mert a kényszerleszállás sikerült, de hát 500 kilométeres körzetben nem lakik itt ember. Úgyhogy hát a pilótanő ugyan ért a géphez, de nem sikerül megjavítania, aztán meg valami kaját kell szerezni, hát ez az, amire a New York-i doki végképp teljesen alkalmatlan. Hát a pilótanő, az helyi lány, az tudja, hogy mit lehet enni, és mit nem egy ilyen alaszkai erdőbe, úgyhogy elmegy kaját szerezni, jön vissza, látja, hogy a doki nyakig olajos. Hát üvölt vele, hogy zeng az erdő, hogy merészeltél hozzányúlni a repülőgépemhez. Semmi, mondja kicsit, nagy ilyetten a doki, hogy csak egy kis feltáró műtét. Hát itt láttam, itt volt például egy ilyen hártya, ami trutyis volt, pont olyan volt, mint egy tüdőstenózis, úgyhogy megtisztítottam. Meg itt volt egy ilyen flip-flop, ami pont olyan volt, mint, hát tudod, a szívnek, szív is csak egy gép végül is, annak is vannak billentyűi, és ha nem elég feszesek, az nagy baj lehet, mert akkor visszafelé folyik a vér. Hát megerősítettem, megszorítottam, próbált ki. Jó, a nő még mindig üvöl, csak hogy merészeltél hozzányúlni, de előbb-utóbb kipróbálja a gép, meg működik. Most hát nem, a orvos nem repülőgép szerelést tanult, azért nem kellene 3 év alaszkával fizetnie, de valahol konvertálhatónak bizonyult a tudása arról, hogy működik egy gépezet, egy gép. Úgyhogy tulajdonképpen nem biztos, hogy olyan nagy baj, hogy mondjuk ezzel a dolgokkal megtanítattuk az emberi test összes porcikájának a latin nevét. Nyilván hülyeség, csak az osztemporálinek, a haláltékcsontnak van vagy 250 ürege meg dudora, mindegyiknek van egy legalább 6 szótagos latin neve, és az nem lesz orvos, aki ezt nem tudja. És még csak megbetegedni se tudnak ezek az üregek meg dudorok, tehát nem arról van szó, hogy ettől fog tudni gyógyítani, hanem arról van szó, hogy az nem orvos, aki nem tudja az emberi test összes porcikáját. Pár másodperc alatt ki tudná googlizni bármelyikünk, ha éppen valamelyikről szó van, csak éppen annyival lassabban gondolkodnánk. Tehát valahol lehet, hogy mégis van értelme, hogy megtanítjuk ezt is. Kérdés, hogy ugyanis, amire kiukadni akarok, amit érdemes tanítanunk, azok modellek és makettek, legalábbis extremisztán szempontjából. Nem lehet, mivel kiszámíthatatlan minden, nem lehet az dolgokat a maguk komplexitásába tanítani. Viszont továbbra is megmarad az, hogy valamivel időnként, hát nevezzük megint nevén, szivatni kell a hallgatókat. Pont azért, mert az szocializál arra, hogy szakmabeli legyen, hogy kit, mivel az orvosokat nem tudom, hogy megmarad, de lehet, hogy megmarad az, hogy egy orvos igenis tudja fejből és bevágva az emberi test összes porcikájának a latin nevét. Lehet, hogy le tudjuk cserélni valami jobbra, nem tudom, erről kell, hogy szóljon, mondjuk például az ilyen konferenciák, meg minden, hogy hogyan tanítsunk. De biztos vagyok benne, hogy továbbra is lesznek, mert van értelmük, ilyen tipikus szivatások. Tehát például én megtanultam a parciális differenciál egyenleteket, soha azóta nem oldott találkoztam ilyennel, és az évfolyamtársaim közül is kérdeztem, egy sincs, aki valaha megoldott volna egy ilyet. Értelme sincsen, mert a gépek sokkal jobban csinálják most már, de az valahogy közmegegyezés volt, hogy az nem matematikus, aki életében nem oldott meg egy parciális differenciál egyenletet legalább. Tehát ebből a szempontból itt nem volt probléma. A jogász megtanulja a római jogot. Nem azért, mert az annyira a jogrendünk alapja, hanem azért, mert egy nagyon jó modell arra, hogy néz ki egy jogrendszer úgy általában. Nincs a világon olyan jogrendszer, ami tényleg római jog alapú lenne. Csak éppen, aki jogász, nem jogász az, aki ezt nem érti, hogy egy jogrend így hogy néz ki. A bölcsésszel megtanítatjuk mondjuk a ószláv grammatikát, nem azért, hogyha mondjuk találkozik valahol a körúton egy óorosszal, akkor tudjon vele beszélni, majd beszélnek angolul, ma már úgyis mindenki így kommunikál az idegen nyelvűekkel,
hanem azért, hogy lásson egy archaikus struktúrát, egy archaikus modellt arra, hogy hogyan alakult ki mondjuk egy modern nyelv, illetve sok modern nyelv, a csehtől a szerbig, az orosztól a lengyelig, hogy alakultak ezek ki, miből lett a cserebogár. Tehát valahol meg fognak maradni ezek a szivatások, nevezzük mondjuk így. A kérdés az, hogy mivel? Az az érzésem, hogy egyrészt egy részét le fogjuk cserélni annak, amit most tanítunk, modellekre, sőt, modellekre és makettokra. Ugyanis ma már egy üzleti döntéshozó az nem optimalizáltat, nem minimalizáltat, mert extremisztánban ezeknek egyszerűen értelmük nincs. Végrehajtani se nagyon lehet, és ha sikerül is, netán hülyeség jön ki, mert a modell volt eleve rossz. Hanem általában azt csinálja, hogy keres a neten valahol, keres modelleket, ami az ő problémájához passzol. Olcsóvá vált ez a tudás. A neten ott van minden, csak az a baj, hogy minden okosság és minden hülyeség is ott van. Amit meg kell tanítanunk mondjuk a diákjainkat, az a validálás. Tehát az, hogy dönts el, hogy ez most okossága vagy butaság, és ha okosság, akkor még mindig dönts el, hogy ez neki szóló okossága vagy sem. Az ő helyzetét modellezi-e, vagy valami mást. Tehát egy mai üzleti döntéshozó például modelleket keres és validál. A validálás az értékes tevékenység, nem a modellnek az ismerete meg tudása. És ha már validálta és jónak bizonyult, akkor sem, még nem dönt. Keres egy makettet. Azért, mert a makett az, amiből az összkép látszik. Például, mit ez a nő, nem minden pasinak jön be. Nekem például másfajta a típusom. Tehát ez a fajta makett, mondom, ez egy ismertebb makett, mint akiről korábban volt szó, a lányom. Tehát ez a makett bizonyos fajta férfiaknak maga a nő ideál, másoknak meg másmilyen. Tehát keres egy makettet, amire egyetlen egy dolog miatt nézi meg, hogy az összkép tetszik-e. Ha az összkép tetszik, akkor igen, döntés hoz, hogy akkor én most egy darabig ezt a modellt fogom használni. Ha nem tetszik az összkép, keres tovább. Persze, erre való az egész. Tehát tulajdonképpen végül is hát tudásmegosztás átlagisztánban és extremisztánban, illetve azt hiszem a cím csak az extremisztán volt, de legalább ilyen fontos az átlagisztán is. Na itt van még egy fraktál. Ugyanis átlagisztánban a tudásmegosztásnak a hagyományos módja az, hogy elmondjuk, amire rájöttünk, elmondjuk azt, ami tudnivaló, elmondjuk az általános tanulságokat, elmondjuk a trükköket, a megoldásokat, azt, amit találtunk, tehát elmondjuk azt, hogy mit kell erről tudni. Jó, ez működött is általában. Az elmúlt 300 évben tényleg ez volt a fejlődésnek a motorja. De az utóbbi 200 vagy 150 évben már másról van szó. Másról van szó annyiból, hogy egyre inkább tudjuk, hogy a dolgok nem kiszámíthatóak. Akkor optimalizálni sem lehet, sőt, mondok még durvábbat, valószínűségről sem beszélhetünk extremisztánba. Tehát amit extremisztán ír le jól, ott nem kis valószínűség van, hanem elképzelhetetlenség. Elképzelhetetlen dolgok be fognak következni. Tehát gyerekeinket olyan problémák megoldására kell felkészítenünk, amelyekről ma még azt se tudjuk, hogy problémák, hogy ez a probléma. Amikről ma azt hisszük, hogy majd az unokáink problémái lesznek, mit te mondjuk a klímaváltozás, vagy az aszteroida, ami esetleg nekiütközik a Földnek, nagy valószínűséggel ezeken az utokáink mosolyogni fognak, hogy milyen fantáziátlanok voltunk, mert ezt addigra majd valahogy megoldják. Nem az a feladatunk, hogy kitaláljuk azt, hogy feladatunk, hogy megoldjuk unokáink problémáit. Már csak azért se, hogy ne vegyük el az ő örömet. De ettől még megoldhatnánk, ők majd oldják meg az ő unokáik problémáit, de nem ezért, hanem azért, mert ha extremisztánik, akkor fogalmunk se lehet, hogy mik ezek a problémák. Tehát a feladatunk akkor már, hogy valami pozitívat is mondjak, az, hogy
Igyekezünk azt biztosítani, hogy az unokáink elég gazdagok legyenek majd ahhoz, hogy megoldják a saját problémáikat. Tehát mit te, hogyha az aszteroida lesz az a probléma, akkor képezzenek ki 10 000 fizikust, akik majd megoldják. Az nagyon sok pénzbe kerül, tehát ahhoz gazdagnak kell lenni, hogy ennyit ki tudjanak képezni. Ha mit tudom én, ha a klímaváltozás, akkor ennyi geológust, ha mit tudom én, mondjuk a neurózis lesz a probléma, hogy a jólétükben az emberek nem tudják, hogy mit csináljanak, akkor pszichológust, nem tudjuk most megmondani, hogy mit. Tehát egyetlen egy, amit tehetünk, hogy azt előkészítjük, hogy az unokáink elég gazdagok legyenek majd ahhoz, hogy az ő saját problémáikat megoldják. Tehát amennyire lehet, olyan maketteket és modelleket ismerjenek, amiket majd akkor is alkalmazni lehet. Tehát extremisztánban pont nem erről van szó, hogy elmondjuk a konkrét tudnivalókat, de akkor mit mondunk el extremisztánban? Igazából azt, hogy milyen modellt alkalmaztunk, azt hol találtuk, és hogyan validáltuk. Maga a validálás folyamata az, ami itt érdekes, és erre persze fel kell készíteni, tehát ez aztán pedagógiai probléma is lesz, mert didaktikai is. És hogyan találunk egy alkalmasnak bizonyuló modellhez jó maketteket? Ez is kérdés, mert még felcímkézve sincsenek, láttátok a DNS modellt, mindenki úgy nevezi, hogy DNS modell, nyilvánvalóan maketről van szó, tehát még fel sincsenek címkézve úgy, ahogy mondjuk ehhez a fajta tudáshoz szükség lenne. Tehát tulajdonképpen, amit az unokáinknak érdemes tanítani, amit tudásmegosztásban érdemes csinálni, az, hogy elmondjuk, hogy egy szinte ilyen példabeszédként, hogy mi milyen modellt találtunk, nem árt tudni, hogy azt hol találtuk. Az se baj egyébként, hogyha kialakulnak, az interneten még nagyon nem alakultak ki a mércék. Tehát az, hogy azért azt tudjuk, hogy amit mit te mondjuk az Economist-ban olvasunk, az többé-kevésbé egy nagyon szűrt és nagyon nívós információ. Azt is tudjuk, hogy amit a Blick-ben olvasunk, az nem biztos, hogy annyira pontosan komolyan kell venni. Egyébként nehogy félreértsetek ezzel, egyáltalán nem a Blick munkatársait szidom, sőt, nagyon megdöbbentem, hogy mennyire profik, hót profik, sokkal profibbak, mint esetleg nívósabb lapok munkatársai, pont ezért, mert ők aztán az dolog sűrűjébe vannak. 4 órán át vitatkoztak, hogy leírhatják-e az ő közönségüknek azt a szót, hogy ELTE, és végül úgy döntötték, hogy nem. Az egyetem, így beszéltek róla, ami hát mondjuk az ELTE marketing munkáját egy kicsit minősíti sajnos, de viszont valószínűleg egyszerűen elhittem, hogy igazuk van, véletlenül csöppentem be ebbe az értekezletbe, és nem bírtam ott hagyni. Tehát egyszer tényleg annyira néztem, hogy úristen, ilyen profi módon is lehet egy 4 órás értekezletet. Tehát tulajdonképpen én akár ott talál az ember okosságot, ahol van. Tehát az egyik kedvenc ilyen mondjuk mondásom, azt is nagy emberből tanultam, Muhammad Ali-tól, a boxolótól, valószínűleg a világ legnagyobb boxolója volt. Amikor 2001. szeptember 11-e után a muszlim vallás nagyon nem volt népszerű érthető okokból az Egyesült Államokba, akkor megtalálták Muhammad Ali-t, persze riporterek, ő nem Muhammad Ali-nak született, Cassius Clay-nek, 19 évesen vagy 18, még olimpiát is Cassius Clay néven nyert, akkor utána vette fel a muszlimval hitet meg a Muhammad Ali nevet, és hát a riporter kérdezte, hogy látja most ezt a fiatalkori lépését, amire Muhammad Ali azt válaszolta, hogy hölgyem, aki 50 évesen ugyanúgy látja a világot, mint 20 évesen, az 30 évet elpazarolt az életéből. Valóban nem muszáj ugyanúgy látni, változnak a modelljeink. Azt kell megtanítanunk, a tudásmegosztás csak arról szól, hogy miért éppen ezt a modellt használtuk, miért nem valamelyik másikat. Na, az időm az lejárt, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm.